Szeretettel köszöntöm a kedves televíziónézőket, újra itt vagyunk, és hát ha tegnap esti gyönyörű szuperhold után, miután még ugye mindig érezhetjük ennek a hatását, mert ugye a hold pláne egy ilyen bakhold, amilyen átélünk, mert még a mai nap is lesz hatása neki, ez egy gyönyörűség, hát ugye vizes bolygó a földi egyében, ez egy nagyon érdekes dolog. Most ugye opponens, mert hát ugye a poláris párja és a Szaturnusz uralása, tehát ilyenkor azért az érzelmeink éppen eléggé vagy földiesek, vagy pedig általában ilyenkor azért inkább a belső dolgokkal foglalkozunk, de hát kinek-kinek hogyan is alakul ez. Ez a tegnapi teli hold azért volt narancssárga, mert ugye a holdnak a pályája a föld körül ellipszis alakú, és hát ilyenkor teljesen más fénytörés alá esik, ilyenkor teljesen más színűnek látjuk, és azért volt ilyen gyönyörű narancssárga színe a holdnak, mint hogyha nem is tudom, mit láttunk volna, ilyen sziporkázó gyönyörűséget. A magasan járó fehér holdat általában nagyon fehérnek, vakítónak látjuk, de mivel közelebb van ilyenkor a holdunk a földünkhöz, és méghozzá azt jelenti, hogy 357 ezer kilométerre van, ilyenkor sokkal jobban, tehát 30%-kal sokkal nagyobbnak látjuk, sokkal csillogóbbnak látjuk, és fényesebbnek tűnik ez a gyönyörű égi másik égi fővilágosítónk. Aztán, hogy lelkileg ez mennyire kinek, hogy dominál, ez egy érdekes dolog, mert ugye a nap és a hold, mind a két fővilágosító teljesen más-más energiával lát el minket, hát ugye nappal a napnak van energiája fölöttünk, ami inkább ugye teljesen inkább a nappali életünkhöz tartozik, a hold pedig éjjel irányít és mutatja az utat álmainkba, a lelkünkben és mindenben, de ez is egyéntől függ, mert ugye kinek-kinek hol áll a holdja, ez mindenkinél egyedi és teljesen más. De térjünk vissza az eredeti témánkhoz, mert nem szeretném szaporítani a szót, de azt még hozzátenném, hogy legközelebb 2023. augusztus 1-én lesz látható újra ugyanilyen szuperholdunk, tehát ilyenkor azért érdemes még benne gyönyörködni, hát remélem, hogy még ma is ugyanolyan gyönyörűnek fog látszani. És hát térjünk vissza, még azért szeretnék róla egy-két szót szólni, és remélem, hogy fogok is, a déjà vu élményekhez. Gondolom, hogy mindenki átért már olyat, hogy találkozott valakivel, és úgy gondolta, hogy hoppá, nekem ez a valaki nagyon ismerős, tehát ismerem ezt a férfit, ismerem ezt a hölgyet, valamiért nagyon-nagyon benne van a lelkemben, és olyan, mintha ez az új ismerős egy olyan nagyon régi ismerősnek hatna. Mitől is van ez? Ez a déjà vu érzés, az azt jelenti a déjà vu, hogy ilyen már volt ez a megfelelője, és ez a sokszor tapasztalás a később fontos szerepet játszónak az életünkben, mert nem véletlenül történik mindegy, hogy az életben, higgyék el nekem, véletlen egyáltalán nincs. És az emberek közötti kapcsolatok sem újak, hanem régi keletűek. Tehát amit ilyenkor az emberek közötti kapcsolatokat általában úgy szoktuk nevezni, és szintén a karma törvényéhez kötődik, mert a karma egyetemes törvénye szerint életről életre újra találkozunk azokkal a lelkekkel, akikkel dolgunk van. Teljesen mindegy, hogy milyen szinten, de viszont azt a lelkünk felismeri. Tehát aki egy kicsit ebben jártasabb, az teljesen más módon tud reagálni lelki szinten azokra a kérdésekre, és azokra a felismerésekre, ami miatt ugye hát testet öltöttünk. Gondoljanak bele, hogy például én a saját nevemet, ha kimondom, hogy Zsuzsa, akkor ebben az életben engem így hívnak. De ha én döntök úgy, hogy például egy nevet szeretnék változtatni, mert ezt a nevet én kaptam, jó, hogy ebben lélekszinten én is benne vagyok, de saját jogom van hozzá, ha a lelkem taszítja, és nem szeretem magamon mindezt a ruhát viselni,
ezt a nevet, jogom van hozzá, hogy megváltoztassam. Mert a lelkem nem szereti valamiért. Tehát ennek is köze van. Ez is egy olyan déjà vu féle meghatározás, mert az előző élethez kötődve nagyon sok mindent hozunk át saját magunkból, saját magunkba, és ez a léleknek a nyelvén teljesen más. Mert én kaptam ezt a ruhát, kaptam ezt a nevet, kaptam ezt a testet. Azaz, hát ez is egy bonyolult dolog, mert én választottam. Ugye születés előtt. De ugyanakkor így van vele mindenki, hogy ha az ember az életét végignézi, és előfordulnak hosszú kapcsolatok, rövid kapcsolatok az életében, és kiderül, hogy a végeredmény, ha jó, ha nem jó, és levonjuk a tanulságot, akkor kiderül, hogy ez mind-mind nem véletlen volt az életünkben, és kellett, hogy történjen valami, amiért ezt a színjátékot mi játsszuk a mostani életünkben. Na most a karma törvénye, ami az okokozat talál összefüggésben, kimondja, hogy lélek szintén ismerjük egymást. És azok az események, azok a dolgok, azok az illetők, azok a bármi feladatok, amelyek visszaköszönnek az életünkben, vagy déjà vu élmények, nagyon sokan mondják, hogy hát már megint volt egy déjà vu-m, és nem tudják hova tenni. Hát ez is egy felismerés, de utána általában erre mindig rá lehet jönni, hogy egy olyan feladatról van szó, amit az emberek általában saját magukban felismernek, és a másik emberben is felismerik. És hát ha az ember asztrológiailag belenéz, akkor a két születési dátumból, ugye hát miután a numerológiának az asztrológia az elfogadott társtudománya, bizony-bizony kiderül, hogy nem véletlenről van szó egyáltalán. Tehát nem véletlen az a kapcsolódási pont, az a kapcsolódás, amiért bármennyi ideig, az lehet egy fél élet, az lehet egy egész élet, vagy lehet csak egy valamennyi időszak, de valamiért közünk volt egymáshoz. Aztán az már egy teljesen más kérdés, hogy azt a karmát mi beteljesítettük, avagy nem. Tehát ezen még el lehetne filózni, és el lehetne gondolkodni, de higgyék el nekem, hogy minden összefügg ezekben a tanokban, és miután az életet próbáljuk meg úgy élni, hogy jól tudjuk megvalósítani a feladatunkat, a küldetésünket, hát ez is hozzátartozik, mint minden. De viszont várom az önök kedves hívásait, mert hát a műsorunk az interaktív, meg is kérem a kedves kollégákat, hogy szóljanak hozzá most önök is, és a 269-0386-os telefonszámon várok minden kedves érdeklődőt, aki úgy gondolja, hogy szeretne velem tartani, tehát nyugodtan lehet telefonálni, lehet tárcsázni, én itt vagyok, és várok minden kedves hívót, akinek van mondani valója, vagy kérdése, vagy a témával kapcsolatosan, vagy a témán kívül. És hozzátenném még azt is, hogy jók ezek a felismerések. Itt a legelső kedves hívó, akit nagyon nagy szeretettel köszöntek a műsorban. Haló, jó estét kívánok, Mária vagyok. Üdvözlöm, szeretnék Mária. Érdeklődni a gyermekem felől. Mondanák egy születési számot. Igen. 1978. szeptember 4-e és Viktor. Igen. Hát ővele kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy ő távmunkában dolgozik ilyen informatikusként, és az lenne a kérdésem, hogy miért nincs munkája, tehát több éve valahogy nem jön össze. Tehát azok a munkák, amik régen összejöttek, tehát mostanában nincs munka, hogy ennek mi az oka esetleg, hogy kedves Zsuzsa mit lát esetleg? Na most kérem szépen, itt pontosan a küldetésről beszéltünk. Na most, ha elszabad annyit árulni, hogy én a kedves, most fia vagy az unokája, vagy a kedves fia? Fia. Értem. Tehát a Viktornál én úgy látnám, hogy a sorsában van egy jövésmenés, egy váltás. Igen. Eléggé titoktartó fiatalember, tehát azért majd csak nem eléggé befele zárkózik.
és eléggé hosszúra nyúló dolgok vannak az életéből, vagy pedig nagyon nagy dolgot csinál belőle. Aztán ugye egy szűz jegyébe született uránuszi fiatalembernél azért eléggé érdekes a dolog, mert a precíz munkák és a részletekbe menő olyan, pontosan mint az, aki informatikus, dolgok iránt, hát rettentő tehetsége van, csak viszont az a helyzet, hogy én úgy érzem, mintha egy olyan 3 és 3,5 évvel ezelőtt megakadt volna nála valami. De mi lehet az, ami megakadt? Nem tudom. Tehát azért most így hirtelen így ezt én nem tudom önnek megmondani, de miután valami változásnak kellett, hogy történjen, de ugyanakkor még nincs szeptember, érti? Tehát még bármi történhetik. Mert szeptembertől kezdődik el a 2022-es éve az úrnak. Tehát ebben az időszakában. Na most kérem szépen, ha most megpróbál valamilyenféle, rápedálozik, és megpróbál valamilyen lehetőséget kihasználni, vagy megpróbál jelentkezni, vagy megpróbál valamit kitalálni, higgyel nekem, hogy szeptemberig sikerülnie kell a dolognak. Igen, tehát... Sőt, még én azt is tudom mondani, hogy lehet, hogy még az október is belecsúszik, de nem vagyok ebben annyira biztos. Én inkább még mindig kitartanék a szeptemberig, megmondom miért. Mert akkor van az évváltása, és akkor kerül egy olyan korszakába, ami már nem erről szól. Az már egy érzelmi irányultságú éve lesz neki. Nős ember? Nem. Hát van párja, de nem nős. Jó. Elképzelhető, hogy szeptember után elkötelezi magát, vagy pedig lesz egy olyan érzékenyebb időszaka, amely inkább az érzelmekhez kötődik. De én azt mondom, hogy ne keseredjenek el, amennyire nehéz volt. Most már azért túl fog jutni a nehezebb időszakon, és ez sikerülnie kell. És lát valamit esetleg Zsuzsa a későbbiekben, a munkaterén, hogy lesz változás? Én azt mondom, hogy igen. Igen? Én azt mondom, hogy igen. Hát tulajdonképpen akkor azt kell csinálni, amit eddig, vagy azt kutassa ki, hogy mi volt az a probléma, ami 3,5 évvel ezelőtt volt. Érdemes elgondolkodni rajta, hogy körülbelül azért olyan két és fél év és három év közötti időkorszakában mik voltak azok a nehézségek, amelyek neki gondot okoztak. Értem. És hogy azon próbáljon segíteni. De azt nem tehát saját magában. De azt egyáltalán nem ajánlanám neki, hogy most azon depresszióba essen, mert az éve jó, ebben az évben kell, hogy munkát találjon. Értem. Hát bízunk benne. Jó, köszönöm, várom a visszajelzést. Szép napot kívánok önnek. Köszönöm szépen, én is önnek szép napot kívánok, és sok sikert kívánok a kedves fiának. Tehát azért ez sem könnyű, mert azért az uránusz ilyenkor azért megteszi a hatását. De hozzátenném azt is, hogy azért, ha munkahelyről van szó, és emberekről van szó, és ott sem véletlenek a találkozások, mert azért a munkahelyi találkozásoknál is előfordul az, sőt, nem is az, hogy előfordul, életszerű az egész, mert ott is előjönnek olyan találkozások, hogy az ember ráismer arra, hogy én miért kaptam ilyen főnököt vagy kollégát. Ez lehet pozitív és negatív értelemben. Kérném a következő kedves hívót, aki már is a vonalban van. Én viszont itt vagyok. Zsuzsikám Erzsébet vagyok. Üdvözlöm, Erzsike! Zsuzsikám drága, a gyerekeimről szeretnék kérdezni valamit. Nem a legjobb a házasságuk, és arra gondoltam, mondom, hogy hosszasan van-e jövőjük együtt. Mondhatom a dátumot? Értem, csak én arra kérném szépen önt, hogy tessék egy kicsit hangosabban beszélni, jó, amennyire jó. Van lehetősége. Tehát kérem szépen, akkor kiről van szó? A lányomat mondanám, Edina, ő 1981, 11. hó 23-án született. Igen. Tivadara vejem, ő 1986, 03-27. Március 27-ei? Igen, Zsuzsikám. Ajjaj. Az egyik mennyi ideje? A másik nyilas.
Hát ezt még én is tudom. De tessék mondani, hogy tessék nekem megmondani, hogy mennyi ideje házasok ők? Hát 6 éve élnek együtt, de 3 éve hivatalosan. Értem. Hát, azért itt, nem könnyű a helyzet. Kérem szépen, ez egy olyan kapcsolat, amikor két embernél, és itt az eklatáns példa rá, hogy nem véletlen, persze, hogy nem véletlen a találkozás, hatalmas a feladat, és most magyarul fogom mondani, hogy értsék, megengedi nekem, hogy olyan jó magyarosan kifejezzem magam? Igen. Kérem szépen, a veje ura, ő egy jó, vehemens, nagyszájú fiatalember, vagy saját magában elfolytja ezeket a odamondogatásokat? Nem, mondogatja. Mondogatja? Igen. Odamondogat, tehát azért éppen eléggé mondja a magáét, és eléggé hirtelen haragú, hirtelen lobbanékony, eléggé egy olyan nagy tüzön égő, nagyon fiatal kos. Na most férfibe, amikor egy ilyen fiatal kosról van szó, akkor az ilyen kos az olyan igazi faltörő kos, tudja, aki megy neki fejjel a falnak, meg se gondolja, hogy mit csinál, aztán utána, tehát egy eléggé markánsan tud gondolkodni. De ugyanakkor meg itt a szabad elvű és ez a szabadságot imádó, független, eléggé nyitott mindenkire, segítőkész Edina, az ön lánya, aki ezt azért eléggé nehezen tolerálja. Tartok tőle, hogy a későbbiek során ő nem fogja tolerálni. Én is ettől félek. Na most tessék ide figyelni. Itt van a változásnak a korszaka. Ne haragudjon, hogy most mondok egy nem szépet, szintén egy nem szépet. Nem fognak együtt maradni. Ezt én érzem, mint anya. Jó, hogy egy anya mindent tud, és egy anya mindent megérez, ezt mindig szoktuk mondani. Igen. És ez tökéletes dolog is, mert hát ugye genetikailag így vagyunk bekötve a saját gyerekeinkkel, ami szintén nem véletlen. De aztán az ember vagy elfolytja magában, vagy nem. Így van. És akkor jön az, hogy ja Istenem, lehet, hogy én vagyok a hülye, és nem jó gondoltam. Igen. Vagy lehet, hogy tévedtem. Vagy túlreagálom. Jönnek a félelmeim. Igen. Melyik az? Nem lehet tudni. Igen, na most itt az van, hogy tehát túlreagálom én saját magam is, és ez minden anyával így van, aki anya. Aztán vannak olyanok is, akik aztán nem törődnek itt az egész történettel. Igen. De higgye el nekem, hogy sajnos megy egy darabig ez a házasság, de utána már semmi mondani valója ennek a házasságnak van. Előre szólok, nem lesz szép a válás. Húha! De még ki lehet kerülni? Van unokám. Bocsánat. Bizony, egy 2 éves unokám. Még ki lehet kerülni, tehát ez a fiatalember azért eléggé mondogatja magáét, de ennek ellenére én azt mondanám, hogy fel kellene ismerni, tehát általában ilyenkor szokott az történni, hogy saját magunkba kell felismerni, vagy a kedves lányának kell felismerni, hogy minek mikor van itt az ideje, és mi meddig tart, minek hol a vége, érti? Igen. Mert tartok tőle így, hogy akármi történik, valaki félre fog lépni. Értem. Úgyhogy ön szerint ez időbe körülbelül mondjuk 3 vagy 5 évet jelent? Hát én azt mondom, hogy 2 éven belül ez megtörténik. Értem. De még az is lehet, hogy előbb. Intervallumot nehéz mondani. Igen, 75%, amit az ember egy képletből meglát, és a 25%, az pedig mindig a saját akaratunk, a szabad akarat. Igen. Tehát ez ebben az érdekes. Nézze, nincs értelme húzni, mert ha konfliktusok vannak egy házasságban, egy kapcsolatban, akkor... Tehát mindenki jót akar, csak teljesen máshogy. Igen, így van.
Nekem ez a problémám ezzel az egésszel. Igen, igen. Úgyhogy ezt tudnám önnek így mondani most még. Nagyon szépen köszönöm. De miután véletlen nincs, mondja meg a kedves lányának, hogy próbáljon meg úgy hozzáállni a dolgokhoz, hogy a gyereknek az érdekeit vegyék mindenféleképpen elsődlegesen, és az úr is, ha lehet, akkor ugye mindig a gyereknek az érdekeit kell elsőre venni. És a másik pedig az, hogy tessenek megegyezni, és ez mind nem csak önnek, hanem mindenkinek szól, aki éppen egy kapcsolatot akar megbontani, vagy esetleg úgy is alakul, soha nem a gyerektől válunk el. Igen, igen. Hanem egy mástól. Két különböző szeretet. Igen. Ez ugyanolyan dolog, amikor azt mondják, hogy hát az anyoson véget váltam el. Hát, igen. Nem igen. Igaz. Nem. Egyáltalán nem igaz. Igen. Teljesen más, tehát teljesen más dolog, két ember közötti kapcsolat. Nézze, megy egy darabig a kapcsolat, de utána már nem látnám ennek a mondani valóját. Zsuzsikám, még egy pillanat, talán annyit, hogy a gyereket nem veheti el a vejem a lányomtól, ugye? Nézze, én nem tudom, hogy a mai jog, hát most már a mai világban ugye gyermekfelügyeletet, ha megosztva is szokták elbírálni, de én úgy gondolom, hogy az erőszaknak, amire hajlamos az ön kedves feje, azért egyáltalán jó lenne, ha nem lenne helye ebben a megegyezésben. Ezt előre nagyon jó lenne kikötni, és ha lehetne, akkor úgy kikötni, hogy a gyerek sérüljön a legkevesebbet ebből az egészből. De annak viszont akkor sérülne a gyerek a legtöbbet, ha egy húzavona lenne, és együtt is maradnának egy nem jó házasságban. Igen, mert annak igen. Meg viszont semmi értelme nincs, hogy a gyerek a veszekedésben öl föl. Igen, így van. Így és van. Pláne még érzi is, hogy a szülők között nincs igazi szeretet. Higgy el, nekem az semmilyen korban nem jó. Ez így igaz, így igaz. Én rák vagyok, úgyhogy én mélyebben érzek több mindent, mint kellene, de hát a rákoknak mondjuk ez a szerepük. Nézze, én is az vagyok. Tudom, de az, tudom. De az biztos, hogy ténylegesen hát nem véletlenül kaptuk a Holdat, igen, ami igen. Ugye az egyik égi fővilágosítónk, és a tegnapi szuperhold, és ez a gyönyörűséges teli hold, meg is tette a hatását, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ilyenkor még jobban felerősödnek itt a tennivaló dolgok bennünk, és ugye hát a belső világunk jobban érvényesül és dominál. Zsuzsikám, nagyon szépen köszönöm, nagyon köszönöm hálás szépen. Vagyok, hogy válaszolt nekem. Nézem a műsorát, és nagyon tetszik. Sok sikert szépen. Kívánok továbbra is. Nagyon szépen köszönöm, és a stáb nevében is a köszönetemet és a megköszönésemet sugárzom, mert nem csak én vagyok egyedül, hanem én vezetem a műsort, igen, aztán igen. A hátam mögött meg van egy stáb, akik bár annyit van. Dolgoznak, és megtesznek mindent azért, igen, hogy itt igen. A technikával is minden rendben legyen. Úgyhogy az ő nevükbe is köszönöm szépen. Igen, igen. Minden jót kívánok. És minden jót kívánok önnek. Minden jót. Köszönöm szépen. Haladjunk tovább. És hát hozzátenném még azt, hogy azért, ha egyszer már ugye holdas napjaink vannak, amennyire vannak, és gyönyörűek, élvezzük ezt az időszakot, és próbáljuk meg ezeket az energiákat fel is használni a saját magunk érdekében, és a saját magunk történetében. Például én arra gondoltam, hogy ilyenkor, amikor tényleg a lelki életünk a legfontosabb, és amikor az ember például nyugovóra próbál térni, és gondolom ezzel önök is így vannak, hogy ahogy jön az este például azoknál a jegyeknél, akiknél domináns a holdnak a hatása, tehát a holdnak a változékonyságai, a vizes jegyeknél, a halaknál, a skorpióknál, a rákoknál, ezeknél vagy például az ascendensünk állott, akkor sokkal jobban és sokkal magasabb szinten tudják venni azokat az érzelmeket, például az álombéli üzeneteket, amit ilyenkor kapunk föntről. De hatalmas szerepük van benne, mert ugye amikor a hold este feljön, akkor az érzelmi oldalunk az, ami
sokkal jobban domináns, és sokkal jobban felelhető az, hogy ugye mint egy iránytű tudja mutatni, és mint egy iránytű tudja átalakítani bennünk a félelmeinket, az érzelmeinket, de ugyanakkor a pozitív oldalainkat is. Erről is fogok még beszélni önöknek, megígérem. Aztán a jövő heti műsoromban egy érdekes témát hoztam, ami összefügg a mostani témával is, ami ugye a déjà vu érzésekkel teli kapcsolatok, az még ugye, arról még lesz szó, és a másik pedig a sors végzet, avagy vannak-e véletlenek az életünkben. Megpróbálunk erről is egy kicsit elmélkedni. Várok mindenkit a jövő héten ugyanitt, ugyanilyenkor, nézzék meg az ismétléseket is, és hát köszönöm, hogy velem voltak, a viszontlátásra.